Ennek megvan az összes papírja, a német eredeti forgalmia megvan, utána a német veterán forgalmia, mert ez 70-ben már ott veteránnak vették, ott nem kellett utána rá műszaki, meg ilyesmi. Akkor meg van egy könyv, amit írt az öreg, aki volt, mindenfélét leírt az autóról, és ez úgy került Magyarországra, hogy ez fönn van amúgy a YouTube-on, amikor megtalálják ilyen fiatal srácok, és akkor egy ilyen öregektől húzzák ki egy fészerből, de ők ilyen kereskedők, és akkor volt egy árverés, ott vette barátom, akkor a motorja széllyel volt szedve, vagy ők szedték szét, ezt nem tudom, és akkor ő filmeztette ezt egy pár évig, és volt egy ilyen csereüzletünk valami, és akkor került ide ez az autó, akkor én megcsináltam a motorját, összeraktam, meg ilyesmi, ami széllyel volt, teljes üzemképes, ezzel most pénteken is fogunk menni ide az önkormányzathoz kiállítani. Egy 1935-ben már a nácikori Németországban gyártott Adler típusú automatuzsálem az egyik büszkesége Balogh Dániel gépparkjának. A fiatal tolnai gyűjtő ezt a kocsit eredeti papírokkal szerezte be, miután az első tulaja több mint 50 évig birtokolta. Lábbal kell indítani, ez lábpedállal indul. Ki persze, csak ez mindig becsukódik. Igen, ez lábpedállal indul, kormányváltós, ez érdekes módon négysebességes, mert ebből az időből majdnem minden három sebességes volt. A kisfiam szokott játszani benne. És ez mikor? Ez 35-ös. És ez a sportverzió, az még nagyon ritka, hogy egész más a hátulja. Lóerőben amúgy ugyanaz, csak más a fülkének a hátulja. Ez egy Ambiboot karosszéria, mert az Adlerhoz három helyen gyártotta a karosszériát, ezt az Ambiboot cég csinálta. Dani minden gyújt, amit motorhajt, legyen az négy vagy kétkerekű. A gyakran roncsként papírvékonyságúra rohadt kasznikat maga újítja fel, de ugyanígy tesz a teljes futóművel, váltóval és motorral is. Ezt leginkább versenyzésre használták, mert nagyon megelőzte a korát. Némára egyben van a motor, meg a váltó, nem külön van. 400 köbcentis és 16 lóerő körül van, ez kegyetlenül megy ez a motor, és négy ütemű. Ez a luxus kivitel amúgy, vászszám alapján, meg kintről lekértük az adatokat. Ebből elvileg a 400-ból 800 darab készült, és abból most 3 vagy 400 volt a luxus, és ez azok közül az egyik. Ez nagyon komoly. Ez egy ilyen kikönyörgött motor, nem akarok nevet mondani, de az országban egyik barátomnak van a legnagyobb motorkerékpár gyűjteménye, és ő neki ez már nem volt izgalmas, és nagyon régóta szerettem volna négy ütemű motort, csak a pénz úgy nem nagyon jött össze, és egyszer nem voltunk nála más ügyből, és azt mondja, Danika, vidd el a zsilettet, és akkor mondott rá egy olyan árat, hogy az nekem jó legyen. Úgyhogy igazából félig ajándék volt. És akkor ez meg lett csinálva, mert ez nagyon gatya volt, meg össze is volt törve az eleje. De jó lett a motor. Ez 8 éve volt, vagy 9 éve. Szoktunk vele motorozni. Itt van a Triumph, ez a, hát úgy a kedvencünk, hogy barátnémet tudom vinni vele, úgyhogy ez nagyon tetszik mindenkinek. Meg ez két ütemű, tök jó lehet vele motorozni. Meg furcsa, hogy baloldalt van a fék, de meg lehet szokni. És ez német Triumph, ez nem angol, hanem ezt a németek Nürnbergbe gyártották. És ez még érdekes, mert ez Pesten be volt falazva egy padláson amúgy. Ez a motorkerékpár, igen, ezt úgy találtak meg, és aki elrakta oda, azt tudta, hogy sokáig ott lesz, mert ki volt takarítva a tank is, karburátor is, mert le volt zsírozva a gyújtás. Úgyhogy ez így néz ki, de ezen világítástól elkezdve minden működik. A barátom festette le tavaly előtt nyáron, én kilakatoltam, ki lett a faváz mindenhol pótolva, akkor az alja az teljesen újra lett építve. Igazából minden meg lett rajta csinálva, az összes csapágyúj, a függőcsapszegek, a fékpofák, a mindenféle. Érdekes, mert egyáltalán nincsen fék rajta, ezen csak hátul van fék, meg a hátsó két dob az a kézifék és a kardánfék, a lábfék. Meg az az érdekes, hogy középen van a gázpedál, kicsit fura vele menni. A gumit szerencsére nem kellett venni, mert ennek 170 valahány ezer darabja. A Michelin gyártja. Mert az ötödik gumis volt, aki lemerte venni a felnyírő, mert senki nem mert hozzányúlni, mert olyan fajta a felnyírő, hogy nem olyan, mint a modernek, nem lehet benyomni, hogy kisebb legyen, hanem csak egy ilyen kis luk van, ahol ki kell piszkálni, és mindenki félt, hogy elszakítja, mert ugye mondtam, hogy úgy kéne dolgozzunk, hogy nem szeretnék venni rá másik gumit. Hála Isten, ezekkel a gumikkal jött, és jó. A belsőre viszont arra két hónapot vártunk körülbelül, valami cross motor élet jó bele, de már a nyolcadik lett talán be. Próbálva azt meg Szexárdon csinálták.
Amint a képeken látszik, Dani nem csak a régi járművekért rajong, mindent imád, amiben motor van. Ez a régi, egykor fagőzzel hajtott hatalmas erőgép például egykoron egymaga működtetett egy egész malmot. Erre elment 30 nap, hogy készen volt, és nem indult el, és nem jöttünk rá, hogy miért nem indul el. Kellett egy 30 nap. Barátom átjött Bajáról, ő is nagyon képben van, így egy páran vagyunk az országban, akik talán itt többet csinálunk. És akkor elindult hazafelé, az M9-esnél volt, amikor beugrott, hogy mi lehet a baj, és akkor már hívtam, már el is indult a motor. Tűvöltöttem csajomnak, gyere, mondom, megy a motor, mondom, benn mosogatott. És lett is egy videó, csak nem látszik semmi, mert hatalmas füst volt, de akkor indult el először. Mert ezek alacsony feszültségű gyújtások, ez csak 4 voltot csinál, és ennél még van egy megszakító hengerfejbe, ami hogyha ez itt elfordul, ez egy ívet húz közte, és ezt is nagyon komoly beállítani, hogy erre szokott talán a legtöbb idő elmenni. Mennyi munkaóra volt ez? Hogy kell ezt elképzelni? Hát olyan 6 hónap, hétvégén úgy telibe, hétköznap meg ilyen napi 4 órával körülbelül, meg olyan 20 szó Pestre menni, meg az éjjenek, meg hát Pestre 20-szor mentünk körülbelül, mert volt egy fogaskerék, amit még az előző tulaj előtt valaki lelopott róla, és az egy nagyon extrém fogaskerék, és nem tudták sehol legyártani. És akkor azt mi előesztergáltuk, és Pesten csak fogaszták, csak nagyon sokszor föl kellett menni, mert nem akart összejönni a dolog, meg még a dugattyúgyűrű, ami nagyon extrás, mert ez egy ilyen hatalmas, ilyet nem lehet vásárolni, ezt mi szoktuk legyártani. Azt titok, hogy miből. Én 10-11 évesen akkor már gyűjtögettem, amit lehetett, és akkor 13 éves, 14 éves koromban akkor már volt 7-8 motorkerékpárom, akkor azokat csinálgattuk. Akkor 14 éves volt, amikor volt egy ilyen kiállítás tornán, ott már volt 6 vagy 7 motorom, amit én csináltam meg. És akkor volt egy szünet, mert ugye kellett műhelyt csinálni, arra elment egy 10 évem körülbelül, és akkor ami maradt az előttről, mert sok minden azért megmaradt, meg utána azért elkezdtek jönni, meg hála Istennek, hogy így fiatal vagyok nagyon ebbe a körbe, vagy avval szerintem 70 fölötti, így csíptek engem, hogy el tudom ezeket indítani, és sokszor előnyt élveztünk a megvásárlásra. Meg van egy ilyen benzinlámpa gyűjteményem, egy 100 darab van körülbelül 2 szekrénybe. Ezt motorokat is melegítettek vele, meg forrasztásra is használták. De nagyon régi ilyen izzócsöves motorokat, meg izzófejes dízeleket melegítettek a nagyobb méretűekkel. Ezt föl kell tölteni benzinnel, begyújtani a tetejét, és hogyha eléri az üzemi hőfokot, föl kell pumpálni, akkor egy szúrólángot ad. Ez ilyen szerintem 1000 fok fölött tud dolgozni, mert a Hofer az 800 foktól indul, és a nagyokkal szoktuk a Hofert melegíteni. Mindig régi gyertyával megyünk. Szerencsére nem egyáltalán nem vagyunk fogytálni gyertyaterébe. Van olyan motor, hogy a 10-et rakjuk be, mert az lesz a jó, mert csak annyi baj van, de azután az jó lesz. Hát ilyennel baj nem szokott lenni. Dani garázsában, ami fölött a lakásukat is kialakította, mostanra több mint 50 motor és jármű található. Ezek nagy részét saját kezével újította fel. De például ez is nagyon vagány, ez egy francia motor, vagy 11 vagy 12-ből, most ezt így nem tudom fejből. Ez meg szinte új állapotban megmaradt, mert láttam belülről, semmi kopás nincsen rajta, semmi extra, és ezt a fajtát, amin ez a kezdetleges karburátor van, nem is tudunk még egy ilyenről, hogy nem nagyon találkoztunk vele. De a francia motorokat valami sokan nem szeretik, biztos azért, mert nincsen nekik, és akkor le tudják szólni, hogy nem német. Én nagyon szeretem a franciát. Nem mostaniban, hanem régiben, mert nagyon komoly újítások voltak, meg nagyon extrém ötletek. Nekem ez nagyon tetszik. Az is egy francia motor, ez a Bernard, ez 11-ből való motor. Ezen is annyira komoly hűtő van részből, itt kell vízzel föltölteni, keringeti, ott van hűtőventilátor, hogy mi nálunk itt nem nagyon volt ilyen gyártva, itt ment a spórolás, és csak öntvényvas volt a franciában, nagyon sok a rézalkatrész, hogy szépek legyenek.